Kolozsváron a legnagyobb az ország nagyvárosai közül a turista forgalom. Derül ki a Kolozsvári Turisztikai Információs Központ által közzétett adatokból. A Szamosmenti városban az év első felében mintegy 27%-kal nőtt az ide ellátogatók száma, míg az országos átlag 11%. Turizmus terén is jól teljesít a kincses város. Országos szinten itt nőtt legnagyobbat a turista forgalom. Kolozsvárt a fejlődési ranglistán 16%-os növekedéssel Nagyvárad, 10%-kal Jas, majd Szeben, Temesvár és Bukarest követi. Évről évre egyre több turistát vonz Kolozsvár. Az év első 8 hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest mintegy 27%-kal nőtt a turista forgalom, ami az országos átlagnak mintegy háromszorosa. A hotelek adatai szerint az említett időszakban mintegy 312 ezeren töltöttek vendégészakát a kincses városban, de főleg a fesztivál időszakban nyáron sokan más szállás lehetőséggel éltek, így az itt megforduló turisták száma akár 587 ezerre is tehető. A Kolozsvári Városháza és a Városi Tanács által létrehozott turisztikai központban jelenleg 8 nyelven biztosítanak szolgáltatásokat és szóróanyagokat. Többek között héberül is, illetve nem látóknak szóló útikönyvvel is rendelkeznek. Az információs központ forgalma 35%-kal emelkedett az év első felében a főtéri irodában, illetve a kihelyezett standoknál. A legtöbb turista, aki felkeresi az irodánkat, Németországból jön. Először előzték meg ezzel Franciaországot. A rangsorban Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország következik. A legtöbb turista térképet kér tőlünk. Az információs központ nem csak a helyi lakosságnak és a turistáknak, hanem a városba érkező idegenvezetőknek is hasznos. Hát a turisták mindig szeretnének emlékként egy térképet magukkal vinni. Ezt most fedeztem fel, ez egy új, igen, és nagyon szépen magába foglal minden épületet, ami fontos. Én körbe szoktam vinni, megmutatom Mátyásnak a szülőházát, aztán bejövünk, megmutatom a színházat. A Kolozsvárra látogatók közül sokan kíváncsiak a Házsongárdi temetőre, a botanikus kertre. Elmaradhatatlan helyszín a város főterén álló Mátyás szoborcsoport, illetve a Szent Mihály templom, de vonzóak az épített örökség mellett a kulturális rendezvények, fesztiválok, illetve Kolozs megye közismert látványosságai.